1990-ben a Nagybányán 18 éven keresztül működő táncház törvényesítéseként alakult meg a Nénókút teljes nevén Néptánc és Népdal Oktató és Kutató Művelődési Társaság. Célja a máramarosi szorványmagyarság még létező néphagyományainak felkutatása, rendszerezése, újratanulása és tanítása. Leghatékonyabb eredménye a 30 tagú koltói Somfa hagyományőrző csoport létrejötte, amely később Somfa Néptánc Együttes néven létezett tovább. Az együttes régebbi tagjaihoz fiatalabbak is csatlakoztak, mások pedig elhagyták a csapatot. De a néptánc csoport a továbbiakban is nyitott minden táncolni vágyó számára, és várja új tagok jelentkezését. Az idei ünnepségen a Somfa a Domokosi Szivárvány néptánccsoport tagjaival kiegészülve mutat be egy gyereklakodalmast, amely északmezőségi táncokat és dalokat tartalmaz. Az összeállítás Tamás Sajtos Erzsébet a Fáradhatatlan Betty néni irányításával készítették elő, aki megkért, hogy tolmácsoljuk a következő üzenetet. Antantinus ősi sumér ima, amit egy ékiratos cseréről fejtettek meg és fordítottak le. A népi gyerekdalok, mondókák, kiszámoló versikék, értelmetlen szavai nem halandzsák. Gyermekeink énekei, ritmusai őrzik leghívebben őseink kultúráját. Fogadjuk tehát szeretettel a koltói Somfa és a domokosi Szivárvány néptánccsoportok közös produkcióját. Kedves hatalom, igaz szombája, üdvözlet a gonosz! Éljen a vége! Éljen! Adta!
Thank you.